kiemelt társadalmi ügynek számít, hogy a közös felelősségvállalás jegyében minél több ember csatlakozzon a véradók értékközösségéhez. A 11. véradási akció a miniszterelnökség civil főosztálya a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat összefogásával Baranya vármegyében a civil közösségi szolgáltató központ szervezésében történik. Céljuk, hogy a vármegye lakosságának figyelmét felhívják a nemes ügyre, és ismét megmutassák a civil közösségek erejét, mondja Várdainé Kis Krisztina szakmai tanácsadó. Nagy szeretettel várunk mindenkit a 14. civil véradásra, amely szeptember 13 és 21-e között kerül megrendezésre Baranya megye 13 helyszínén, 16 időpontban. Pécsett és több alkalom lesz, de nagyon jó lehetőség az, hogy vasárnap is el lehet menni. Kiemelten fontos, hogy minél több egészséges ember adjon vért. 9 napon át különböző településeken lehet majd vért adni. Várják az önkéntes víradókat többek között Komlón, Mohácson, Bikalon, Villányban, Magyarhertelenden, Vásárosdombón és Pécsen. Bárki adhat vért, aki egészséges, 18 éves elmúlt, 50 kilót meghaladó a súlya, és még nem töltötte be a 70. évét. 70 év az csak akkor lehetséges, hogyha már régebben véradó volt, első véradóként már nem mehetnek vért adni ők. Az akció keretein belül sok résztvevőre számítanak, tekintettel a tavalyi több mint 400 fő véradóra. Aki még nem adott eddig vért, az gondolja meg, és mivel nagyon nagy a vérhiány, ezért az ő véradására még jobban számítunk, hiszen hogyha bele kerül a rendszerbe, és esetleg ő is folyamatosan tud vért adni, akkor ő is nem csak 3, hanem sok-sok életet megmenthet. A fiatalokat buzdítjuk arra, hogy jöjjenek, próbálják ki, akár egymást is hívhatják, mert ez egy nagyon jó társadalmi segélynyújtás lehetőség. A 11. civil véradásról az egyesületek hírlevélben és a közösségi oldalakon értesülhetnek a részletekről. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges.